szóismétlés. Nem baj. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban arról mesélek, hogy én hogyan szoktam írni. Amikor én könyvet kezdek írni, igazság szerint az első dolog ugye természetesen az, hogy az embernek legyen egy ötlete. Ez az ötlet igazából lehet akármi, lehet egy szó, egy mondat, egy idézet, egy kép, tényleg akármi lehet. Én úgy szoktam azt csinálni, hogy így eszembe jött, hogy ez egészen tetszik, ez a kis gondolat, ilyen nem is tudom, egy-két dolgot így kitalálok, hogy ez mondjuk egy történetbe, hogyha összeraknám, akkor az egész jó lenne. És hát én olyan vagyok, hogy akkor elkezd az agyam azon kattogni, tehát tényleg nem tudom egyszerűen másra irányítani a figyelmemet, mert folyamatosan visszatérek arra, hogy de mivel mi van, akkor már csak ki kéne valamit még találni hozzá, mert ez egy tök jó ötlet, és hát ne hagyjam már elveszni. Például, amikor megírtam a legelső könyvemet, a Futótüzet, akkor annak az ötlete igazság szerint egy rajzolt képből jött, amit én rajzoltam, és azt így néztem, és mondtam, hogy hát ez milyen jó ötlet lenne már, hogy akkor ez történne, és igazság szerint kitaláltam azt az első pár jelenetet, ami történik a könyvben, és abból lett egy 170 oldalas regény. Szóval igen, mindenféleképpen az íráshoz kell egy ötlet. Aztán, amikor megvan az az ötlet, akkor jön az a rész, hogy valamennyire ki kell dolgozni ezt az ötletet. Amikor én elkezdtem írni, akkor igazság szerint nem nagyon dolgozgattam ki az ötleteimet, hanem volt egy-két gondolatom, hogy nagyjából mit akarok a történetbe, tehát tényleg csak ilyen 3-4 pontban így leírtam a történet folyamatát, hogy az elején ez történik, aztán történik kb. Ez valahol a közepén, és így nagyjából megvolt a vége, és hát már akkor leültem és elkezdtem írni, de most már okosabb vagyok, mert most már kicsit többet tapasztaltam, hogy hogyan egyszerűbb megírni rendesen a történetet, és most már azt csinálom, vagy hát legutoljára, mikor könyvet írtam, azt csináltam, hogy elindultam így fejben jegyzeteléssel, hogy akkor mit is szeretnék, hogy benne legyen a könyvben, tehát lebontottam igazából nagyjából, mert ugye nem ragaszkodtam a jegyzetemhez, de lebontottam fejezetekre a történetet, és így csak ilyen nagyon röviden leírogattam az eseményeket egymás után, hogy nagyjából mi fog történni a könyvben, tehát ilyet, hogy akkor első fejezet, ő ide megy, ő oda megy, ő amoda megy, és akkor itt ez történik. Második fejezet, és akkor így leírogattam, hogy nagyjából tényleg így az egész történet során mi fog történni. Ugye attól is függ a dolog, hogy az ember milyen műfajban szeretne írni, mert ahhoz mérten azért nem árt kutatást végezni, vagy tervezni. Én jobban szeretek fantasy jellegű könyveket írni. Eleve onnan indulok ki, hogy teremtek egy egész világot, ami csak ahhoz a könyvhöz van, nem így a mi világunkban alkotok, hanem csinálok, vagy létrehozok egy teljesen újat, és akkor ahhoz mindent ugye ki kell találni. Tehát mielőtt elkezdtem írni azt az új könyvsorozatot, amiben most belevágtam, először lejegyzeteltem a szereplőket, a főbb szereplőket, hogy nekik mik a tulajdonságaik, meg ilyen adatokat róluk, hogy tudjam, hogy hogyan állok velük. Aztán csináltam hozzá térképet, mert az elmaradhatatlan, mert imádok térképeket gyártani a könyveimhez. Elneveztem a helyeket nagyjából, amikről előre már tudtam, hogy kelleni fognak. Akkor írtam hozzá egy kis történelmet, mert hogy meg volt fejbe, de hát félő ugye, hogy elfelejtem, és mást is, szóval kellett, hogy legyen nekem leírva, hogy nagyjából így honnan akarok kiindulni így történelem szempontjából, és akkor így írtam még hozzá, azt hiszem a közigazgatási rendszerről, meg ilyen kisebb jegyzeteket, hogy akkor eznek a világnak így a fölépítése hogyan is néz ki. És elég figyelemre mértem, mert általában annyira türelmetlen vagyok, mikor új ötletem támad könyvekhez, hogy azonnal elkezdek írni, szóval azért ezeket a jegyzeteket készítettem egy jó pár hónapig, és csak utána vágtam bele a könyv írásába. De tényleg sokkal egyszerűbb volt így megírni a könyvet, hogy már ott volt előttem, hogy igazából mit akarok, hogy benne legyen, és ki is voltak dolgozva a dolgok. Így könnyebben vissza tudtam keresni a dolgokat, hogy igazából akkor most mit, hogy akarok beleírni. Na és akkor megvolt, mi van? Van az ötletem, aztán jegyzeteltem, igen. És akkor végre neki lehet ülni, írni. Hát nálam ez igazából úgy néz ki, hogy
nagyon gyorsan, hát főleg, hogyha nagyon ott van bennem az ötlet, hogy ki akarom magamból adni, akkor nagyon-nagyon gyorsan tudok haladni az írással. És akkor van az, hogy leülök, órákon át írok, és így egyszer csak eszembe jut, hogy ja, kéne enni is valamit, mert nem árthat. Igen. És azért is jó, hogy előzetesen volt legutoljára már egy komplett jegyzetem, mert így mindig csak azt néztem, hogy aha, szóval most ez történik, és akkor egyből tudtam is írni és részletezni az eseményeket, és nem kellett gondolkodnom igazság szerint, hogy a két esemény közötti részt mivel töltsem ki, meg hogyan jussunk el A-ból B-be. És hát akkor igazából utána csinálom azt, hogy ugye megírom elejétől végig a könyvet, ez teljesen történet, tehát ez arra nem tudok mit mondani, hogy igazából ez mennyi idő, mert ugye függ a könyv hosszától, meg hogy mennyi időm van írni, de hogyha nagyon meg akarom írni, akkor nagyon gyorsan befejezem. A Sárkánytüzet, a második könyvömet, azt tudom, azt néztem, az első kéziratot, azt 59 nap alatt írtam meg, ami azért elég jó. Egyébként maga az első kézirat megírása közben én úgy szoktam csinálni, hogy gondolom vannak emberek, akik jobban szeretnek csöndben dolgozni, meg én is jobban szeretek csöndben dolgozni, viszont úgy csöndben, hogy közben zenét hallgatok, mert én nagyon szeretek úgy írni, hogy közben a kedvenc filmjeimnek a filmzenéje szól, ami engem például inspirálni szokott, tehát én nagyon szeretek a Gyűrűk ura zenéjére írni, mit szoktam, a Harry Potter zenéjére írni, az Így neveld a sárkányodat, ott is szoktam hallgatni közben, meg még egy csomó minden mást, de nagyon sok más filmnek a zenéjét is szoktam írás közben hallgatni. Én úgy szeretem javítani a könyvemet, hogy először megírom a teljes első kéziratot, és közben nem megyek vissza javítani dolgokat, mert bár sokszor vagyok úgy, hogy az elején írok valamit, és mire a végére érek, meggondolom magamat, hogy az inkább amúgy kéne, hogy legyen, és akkor ugye kell javítani a logikai hibák elkerülése miatt, de én inkább úgy szeretem ezt csinálni, hogy akkor valahova leírom, hogy azt ott javítani kell, és csak akkor javítom ki, amikor másodjára megyek végig a könyvön, mert még úgyis fog útközben eszembe jutni egy csomó dolog, meg sokkal jobban szeretem, hogy látom, hogy az első kézirat hogy néz ki, hogy ott mi van benne, mit találtam ki, és akkor, mikor olvasom újra, akkor az elején látom, hogy ott mit írtam, akkor ja, igazítom a végéhez, tehát akkor általában szoktam olyat, hogy második oldalról az utolsó oldalra ugrok, és akkor így nézegetem, hogy akkor most hogy is kéne ennek az egésznek kinéznie. És amikor ugye olvasom újra, akkor jobban oda tudok figyelni a logikai hibákra, a helyesírási hibákra, már ha megtalálom őket, az elgépelésekre, mert valamikor van az, hogy annyira gyorsan gépelek, hogy az egész mondatot hibásan írom le, már mint hogy félreütöm a billentyűket. Második olvasásra még nagyon sokat szoktam bővíteni a könyvön. Sosem elveszek a könyvben, mindig bővítek, de tényleg egyszer-kétszer van olyan, hogy sikerül egy mondatot lerövidítenem, és akkor itt örülök, hogy ez az. De általában mindig az van, hogy annyira gyorsan szeretett, nem is ez, csak szeretnék a történet végére érni, hogy meglegyen teljesben, hogy nagyjából hogy néz ki. És tehát nem is az, hogy kihagyok, csak nem írok bele részletesebb leírásokat, hanem csak gyorsan haladok a cselekménnyel. És mindig második olvasásra szoktam beleírogatni a kisebb részletezéseket, mert azért olyan nagyon hosszú leírásokat nem nagyon szeretek írni. És akkor, mikor már a második kézirat végére érek, akkor már azért csiszoltabb a történet, de még legalább harmadjára is el szoktam olvasni, meg lehet, hogy utána még párszor, de igazából ez szerintem ez mindenki annyiszor olvassa el, amennyit szeretné. De ugye minél többet olvassa az ember, annál jobban észreveszi a hibákat, csak egy idő után ez a visszájára fordul, mert egy idő után már annyira tudom én is kívülről a saját könyvem, hogy észre sem veszem, hogy ott vannak benne a szembeötlő problémák, tehát van egy pont, ami után már felesleges újra átnézni a kéziratot, mert már úgyse találod meg te benne a hibákat, és akkor olyankor jobb, hogyha külső szemlélő is elolvassa, mert ő még frissen látja, meg nem úgy a történtet, szóval ő jobban tudja segíteni az írási folyamatot,
Szóval én is ilyenkor szoktam megkérni valakit, hogy akkor olvassa már el, és nézze meg, hogy, ó, hogy van-e esetleg javaslata, vagy ilyesmi az egyes részeknél, hogy akkor segítsen már, hogy mert én már nem találok benne több hibát, szóval, hogy hát, ha valaki más kiszúr valamit, amit én nem. Aztán, hogyha megvan a kézirat, amit átnéztem, már nagyon sokszor ügyesek szerint, ugye akkor jön az a rész, hogy elküldeni kiadóknak, vagy keresni kiadót, vagy ki kéne adni, vagy akkor most hogyan is legyen, de az már egy teljesen másik része a dolognak. Nekem, speciál, a Csíkó, aki tűzben született sorozatomhoz még hozzátartozik az, hogy illusztrálom is a kötetet. Valahol ilyen 10 környékén, 10 darab illusztráció körül készítek hozzá képeket. Miután megvan az első kézirat, vagy a második, akkor szoktam azt csinálni, hogy akkor nézegettem a fejezeteket, és akkor amelyikhez van valami ötletem, hogy mit lehetne hozzá esetleg rajzolni, vagy melyik jelenetet lenne jó megrajzolni, akkor szoktam azt csinálni, hogy akkor kikeresem a könyvben a konkrét jelenetet, megnézem, hogy van ott a leírás, meg minden, és akkor készítek hozzá egy kis illusztrációt. Hát szerintem ennyi. Nagyjából így írok könyvet. Hogyha lenne valami kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel a kommentbe, és igyekszem megválaszolni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!